Sziasztok! Laukó Viki vagyok, a Cosplayers of Ice and Fire csapatának egyik tagja. Előre is elnézést kérek, hogyha majd néha úgy tűnne, hogy le akarok halni a színpadról, mert kicsit sikerült megfáznom. Amiről ma szeretnék beszélni nektek, az álmok, proféciák és egyéb víziók, látomások, amik átölelik mind a könyvek, mind a sorozat világát. Ezek szólhatnak akár a múltról, a jelenről, vagy a jövőről, illetve a könyvekben nyilván jóval több hasonló motívum szerepel, mint a sorozatban, ott néhányat emeltek át a fontosabbak közül. És ezek a jóslatok, proféciák, vannak köztük olyanok, amik átölelik az egész történetet, és végighúzódnak az összes köteten, és vannak csak egyszeri megjelenésűek, amiknek annyira, hát igazából csak utólag derül ki, hogy fontosabb motívumot képviselt. Ahogy Martin maga mondta, ezek a proféciák fontos elemei a fantasy műfajnak, minden író próbál velük játszani, akiknél megjelenik, de nem mindegy, hogy hogyan. Például Cersei-nél láthatjuk a jóslatot, amit Megitől kapott. Vajon amiatt válnak valóla ezek a jóslatok, mert hogy annyira teszteljenük, hogy meghiúsítsa őket, vagy alapból is megvalósultak volna? A különböző megjelenési formájuk lehet a kötetek, illetve a sorozatban ezeknek a motivumoknak. Megjelenhet például a zöldlátás képességével és a háromszemű hollóval, akinek nagyon fontos szerepe lesz. Beszélhetünk a vargokról majd, a bőrváltókról, a különböző jóslámokról, amik több családra is jellemzőek. Megjelenik a mágia is, akár csak a vörös papnők, illetve papok, illetve a különböző vérboszorkányok képviseletében. És vannak egy-egy jós személyek is. A zöldlátók első képviselői az erdő gyermekei voltak, akiket már a sorozatban is többször láttunk felbukkanni. Ők ilyen nem teljesen humanoid lények, viszont nem teljesen emberek, nem hordanak ruhát, és inkább közel állnak a természethez, mint magukhoz, az emberi világhoz. És többek között láthattuk, hogy nekik köszönhető ugye az éjkirály megjelenése is. Köztük voltak az első zöldlátók is, náluk jelent meg először ez a képesség, és megjelent azóta többeknél másoknál is, például George R. Reed-nél láthattuk, akinek eléggé előre haladott volt már ez a képessége, ahhoz képest, hogy maga fejlesztette, illetve több sztárgyereknél is, mert Brennről nyilván tudunk, de a kötetekben például Rickonnak is van hasonló álma, amiben előre látták apjuknak halálát. Az alakváltókat írtam a diára, de ők valójában nem alakváltók, hanem inkább bőrváltók. Köze van nekik is a zöldlátók képességéhez. Ők tulajdonképpen nem ők maguk alakulnak át az állattá, hanem megszállják annak tudatát, és így öltik magára a testét, és így irányítani is tudják az adott lényt, illetve embereket is. Embert vargolni úgymond sokkal nehezebb, mert az emberi tudatot nehezebb megtörni. Az egyedül kivétel, amit láthattunk, az Hodor példája volt, de mint láttuk, hogy neki az elméje alapból nem volt már épp. Itt látszik vargolás közben az egyik képviselője a vadaknak. Náluk több varg is szerepelt a sorozatban, és ők világítottak rá John előtt is, hogy azt hiszem, hogy Varamir volt az, aki mondta, hogy John maga is hasonló képességekkel rendelkezik, csak fejlesztenie kéne őket, és később Melisandre is rávilágított neki, de John egyelőre nem kérte segítségből, hogy magasabb szintű varg legyen. Alapjáraton a varg az a farkasok és kutyák irányítására vonatkozik, de maga a bőrváltás az más állatokat is érinthet. A farkast azért nehezebb, mert ahhoz már egy köteléknek része kell jönni a farkas és a varg között, és csak akkor engedi meg az állat, hogy a bőrébe bújjanak. Madarakat például még veszélyes, mert hogyha az ember rákap a repülésre, hogy Brennél is előfordul, akkor utána sokkal nehezebb lesz visszajönni a valóságba, és sokkal nehezebb lesz újra a saját földhöz ragadt életet élnie.
illetve a vadak kikötöttek néhány törvényt is erre vonatkozóan. Íratlan törvényeik vannak, például farkasként nem elhetnek emberhúst, hogyha éppen farkasből nem tartózkodnak, illetve nem támadhatnak így emberre. És az is törvény, hogy próbálják meg minél jobban visszafolytani ezeket az állati ösztöneiket, például a létfenntartás terén. És a számok terén, hogy ez hogyan is alakul ez az arány, körülbelül minden ezredik emberből egyben található meg a bőrváltás képessége, kinél kiforrott, ki még nem is tud róla, és a bőrváltók között ugyanúgy ezerből egy az, akinek birtokában lehet a zöld álmok, a zöld látás képessége. Maga a háromszemű holló fontos képviselője a zöld látóknak és a zöld álmoknak, és a háromszemű hollóból igazából csak egy lehet. Először ez a motivum akkor tűnt fel, mikor Brian kizuhant a toronyból, és egy kóma után magához tért, és álmában is többször látta ezt a hollót. És mint később beszélt a mesterükkel, és Rickonnal is kiderült, hogy a Starkok közül már többen is látták, de nyilván Brian a legtöbben. Viszont ennek a képességnek veszélye is vannak. Miután Brian átjutott a falon túlra, és találkozott magával a háromszemű hollóval, ugye megtanította neki a repülős képességét. Viszont, mint már mondtam, ez veszélyes, főleg Brennél, aki már menni sem tud a saját lábain, úgyhogy neki pláne nagy kihívás volt az, hogy abba hagyja és ne ragadjon bent egy holló testében. Láthatjuk, hogy amikor repül, így révül ezekben az álmokban, akkor újra a saját lábán tud járni, és úgy tudja körbejárni a világot, legyen szó akár múltról, jelenről, vagy bizonyos esetekben talán jövőről is, de Brian elsősorban a múltat és a jelent látja. Ami még veszély ezzel kapcsolatban, az új évadban, nem tudom, hogy kilátták, lehet, hogy lesznek most itt spoilerek részemről, és remélem, hogy többen is. Tehát láthatjuk, hogy igazából az előző évadban is látszik, hogy Brian jelleme elkezdett átalakulni ennek következtében. Például már, amikor úgy mentette meg magukat, hogy belevargolt Hodor testébe, akkor kicsit félre is mentek a dolgok, mert közben, mivel álmot is látott, ezért a múltban kötött ki, és kiderült, hogy ő maga az okozója Hodor tudatállapotának. Tehát nem mindegy, hogy az ember mit tesz a múltban, és a jelenben, főleg, hogyha ekkora képességgel rendelkezik, mint ő. Ezentúl is így Méra is megjegyezte neki így az évad elején, hogy mintha már nem is ő lenne, mintha tényleg meghalt volna abban a barlangban, mert sokkal közömbösebb lett mindenki iránt, mint tényleg mindent lát saját állítása szerint, aztán mint kiderült azért nem minden, van ami fölött elsiklik a figyelme. De egy közömbös, ilyen hidegebb karakterré vált, mint hogyha már egyáltalán nem Brian Starkról lenne szó, hanem tényleg ő maga a háromszemű holló, és így is hivatkozik magára, valahányszor csak megszólal. Egyéb megjelenései a hasonló jóslatoknak, aki fontos szerepet képvisel, a Cersei esetében volt, mikor kislány korában elment az egyik vérboszorkányhoz az erdőben, és az ő jóslatai utána nagyban befolyásolták az ő uralkodását is. Ez a nő volt Maggie, akit a képen is láttok. Ő több dolgot is jósolt Cersei-nek egy csepp vérért cserébe, hiszen ő a vérmágiának adózott. Többek között megjósolta neki, hogy ugye Cersei Régerhoz szeretett volna feleségül menni, de a boszorkány mondta neki, hogy ez nem fog beteljesülni, hanem királyi férje lesz. Ugye ez lett később Robert Baratheon. Többek között arra is kitért a boszorkány, hogy még Cersei-nek magának csak 3 gyermeke lesz, addig a férjének 16. Tehát előrevetítette Robert félrelépéseit is, de ismerve Cersei jellemét és kapcsolatát Jaime-vel, ez később annyira nem lett meglepő. És a boszorkány megjósolta neki azt is, hogy elveszti mindhárom gyermekét, ami szintén megtörtént már a sorozatban. Ezért is érdekes, hogy új évad a spoiler, hogy Cersei most állítása szerint terhes,
Tehát ez erősen kapcsolódik a jóslathoz, mert kérdés, hogy valóban terhese, ugye felvetődött már sok emberben, hogy csak megjátsza, hogy magához nem tolja a Jamie-t, vagy ha tényleg terhes, vagy ki tudja hordani azt a gyermeket, hiszen a jóslat szerint nem lehet több gyereke. És hogyha lesz is, akkor ugyanúgy látnia kell, hogy meghal. Úgyhogy én saját álláspontom szerint vagy nem terhes, vagy pedig szegényen fog vetélni hamarosan. Hisz láttuk, hogy a jóslat eddigi pontjai is mind valóra váltak. A Maggie azt is megjósolta neki, hogy vesztét egy nála fiatalabb és gyönyörűbb királynő árnya jelenti, tehát hogy abba fog belebukni. Cersei nagyon sokáig Margaery-re gyanakodott, amikor felbukkant az udvaron, ugye először Joffrey, aztán Tommen mellett. De most már talán ő is kezdett rájönni, hogy ez nem biztos, hogy Margaery volt sült. Egyesek Sansára is gyanakodtak, így olvastam olyan rajongói elméleteket, de a legvalószínűbb ugye Daenerys, hisz jelenleg ő jelenti a legnagyobb fenyegetést Cersei-re és a trónjára nézve. És a Valonqar témáját nem nagyon boncolgatja a sorozat. Ez volt a jósnő utolsó jóslat a Cersei számára. A Valonqar az valériai nyelven kis testvért, öccsöt jelent. És Cersei persze egyből Tyrionra gondolt, és ezért is viselkedik vele úgy, ahogy végig a könyvek, illetve hát a sorozatban is. Csak hogy ugye Jaime is fiatalabb nála, ha meg csak rövid idővel is, de ő valahogy egyből elvetette ezt az elméletet. De tekintve azt, hogy milyen események történtek a közelmúltban, én nem vetném el Jaime tényét sem. A mágikus jóslatok nem csak vérmágiahoz kapcsolódhatnak, ott vannak például Rollor, ha ki tudom ejteni a nevét, aki a fény, a meleg és az élet ura, és az ő nagy ellentetje, a nagy másik, aki a jéget és a halált képviseli. Rollornak több képviselőjét is láthattuk már a sorozatban, főleg a vörös papnők, közülük a legismertebb Melisandre, és valamilyen szinten Kvajte, őt is nehéz kimondani, az egyik kvartiós. A sorozatban ő se kapott sok szerepet, de a kötetekben többször is felbukkan, és még a 5. kötetben is úgymond kísérti Daenerys álmait, és elhalmozza tanácsaival. Azor Ahai maga egy korabeli hős volt, aki a hosszú éjszaka után legyőzte a mások seregeit, és elhozta újra az életet és a megváltást Westeros népének. És az ő eljövetelét látják a lángokban ezek a papnők. És ez nem csak egy új keletű jóslat, ugye mostanában a sorozatban is viszont láthattuk, de már sokkal korábban is megjelent, és több olyan jelölt is volt, akire azt hitték, hogy ő lehet az, de végül kiderült, hogy mégsem, vagy épp, hogy belebukott. Az első ilyen Rhaegar Targaryen, róla még később lesz szó ezzel kapcsolatban, akit viszont közelebbről is megismerhettünk a sorozatban, a Stannis. Ugye nagyon sokáig azt hitte, hogy valóban ő az a megígért, az eljövendő herceg, még kardot is kovácsoltak neki, olyan, mintha valóból lángokból állna, és bármikor lángra lobbanhatna. De mint kiderült, Stannis elbukta ezt a küldetést, és nem teljesítette be ezt a jóslatot. Tehát mindenképpen valaki másnak kell annak lennie. Melisandre-t nagyon sokáig kísértette is, meg valószínűleg most is kísérti ez a bukás. Viszont bízik abban, hogy a lángok nem hazudnak, csak rosszul értelmezték eddig őket. Tehát ki lehet valójában ez a herceg, ez az Azor Ahai? Ugye kiderült, hogy a fordításban ez nem feltétlenül egy herceg, hanem lehet akár egy hercegnő is. Tehát a legnépszerűbb jelöltek jelenleg az Jon Snow. Ugye nem véletlenül írtam így idézőjelesen, hisz tudjuk, hogy nem ez a valódi neve, Daenerys Targaryen. Illetve olvastam egyéb elméleteket, és ahogy kifejtették, hogy ki az, aki még szóba jöhet, de azok már annyira kifacsartak voltak. Valószínűleg az, hogy Davos, vagy akár maga Sandor, ugye a vérebb is lehet, ez az Azor Ahai. Tyrion még hagyján, de számomra valahogy azok az elméletek megbuktak, és inkább maradnék a Jon, illetve Dany vonalom, hogy akár mindketten. Mondjuk nem tudom, hogy valériaiul a többes szám hogy van, és hogy össze lehet-e így hozni, de azon se lepődnék meg.
Annyit lehet még róla tudni, hogy ez a herceg, ez füst és só szülöttje lesz, és feléleszti majd a kősárkányokat. Hát Daenerys egyértelműen felélesztett sárkányokat, úgyhogy ezeket a pontokat beteljesíti, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Vannak egyéb fajta álmok is, amik jóslámoknak nevezhető. Például a Targaryen házban nagyon sok hasonló előfordult. Az egyik legjelentősebb az Daenerys álma volt, aki megálmodta Valyria pusztulását, még mikor a Targaryennek nem Westeroson éltek. És ezért elhagyták az ősi Valyriát, és sárkányként telepedtek meg. Rá pár évre pedig be is következett Valyria pusztulása. Vannak egyéb sárkányálmok is, hisz Daenerys maga is látott korábban, még mielőtt kikeltek a sárkányai, és álmodott hasonlót, hogy sárkány hátul utazik. Álmodott hasonlót Aemond mester is, aki bár életében nem láthatott sárkányt, de az ő álmában is jelen voltak ezek a motivumok. Illetve Daeron is, ő inkább a Hét Királyság lovagja kötetekben jelenik még meg, hogyha valakit érdekel. Daenerys esetében elég sok az ilyen felbukkanó motivum, nem csak az álmok terén, hanem például ő is kapott jóslatot, pontosabban egy átkot, még az első évadban, amikor a Miri Mastur nevű vérboszorkány megátkozta. Csak ugye ez is kérdés, hogy ez olyan valódi átok volt, és van-e ereje, vagy pedig csak a gyűlölet beszélt a nőkből, és esetleg meg lehet törni. Azt hiszem, hogy erre is hamar meg fogjuk kapni a választ, ugyanis Daenerys elkezdett azon ősiködni ismét, hogy teherbe essen, meglátjuk, hogy sikerül-e neki vagy sem. De ezt a Miri Mazduros jóslat vagy átok, ezt azért nem feltétlenül tekinteném kőbevésetnek, hiszen az ő jóslatai lényegében nem csak arra vonatkozott, hogy Daenerys teherbe esett, hanem hogy együtt lehet-e újra Drogóval. Ami nyilván nem fog bekövetkezni, úgyhogy ilyen tekintetben már lényegtelen ránézve. Daenerys több hasonló jóslatot is kapott, ami kilóg a keretből, de mindegy. Amikor még a kvartban tartózkodott, és ellátogatott a halhatatlanok házába, illetve a maszkos jós Kvajté is közölt vele hasonlókat. Amikor a halhatatlanok házában volt, de Daenerys ott több jelenetet, kis képet is látott felbukkanni, és akkor is voltak még olyanok, amikről még nem tudtuk, hogy az mi. Például, hogy látta a vörös nászt, az egyik ilyen jóslat, vagyis ugye a képben, vagy azt hiszem, hogy Renly halálát is. Tehát ilyen különböző kis kép, látta a múltat, és látta a saját testvérét, Régárt is, bár nem volt így még konkrétan kimondva a neve. És nagyon fontos, hogy itt jött elő először ez a sárkánynak három feje van motivum, amiről később még fogok beszélni. És hát a hármas szám, ez többször is végig jelen van Daenerys-szel kapcsolatban. Valamint Kvajta volt az, aki azt tanácsolta a Daenerys-nek, hogy ahhoz, hogy elérje a céljait, ahhoz először ne Westerosba menjen vissza, hanem épp ellentétes irányba menjen, mint ahogy tervezte, és ott kezdjen el ügyködni. És ugye ilyenkor, ekkor következett a rabszolgavárosok felszabadítása, és úgy látszik, hogy Westeros most már megérett az érkezésére, hisz már nagyon is itt van. De hát úgy néz ki, hogy Kvajté tanácsai eddig beigazolódtak. Ezt az áldozat vagy elkövetőt, ezt ezért írtam oda, amit így az első idézetben láttak, a három árulást fogsz megismerni. Egyszer vérért, egyszer aranyért, és egyszer szerelemért. Ez van, aki arra következik, hogy nem Daenerys-t fogják elárulni, pedig eddig nagyon úgy tűnt, hanem egyesek azt tippelik, hogy ő maga lesz később az áruló, hogy egyre több hatalomhoz jut. A háromfejű sárkány motivuma is Régár. Ebben a látomásban, amit kiemeltem, Daenerys lát egy lantos illetőt, és Aegon Targaryen születését. Ez a név megtévesztő lehet, hiszen felbukkant a sorozatban is, de a könyvekben Régárnak és Aelia Martellnek volt az egyik fia, Aegon Targaryen, és valószínűleg az ő születését látta viszont Daenerys. És akkor is elbukkant, vagy felbukkant újra az a háromfejű sárkány motivuma, és a jég és tűz dal a kiemelés. Mikor Régár mondja, hogy kell még egy, a sárkánynak három feje van.
Rigának ekkor még csak két gyermeke volt, és mint később kiderült, Eliának már nem is lehetett volna több, mert nem tudta volna kihordani. Aztán úgy egyszer sikerült elintézni, hogy meglegyen a három, csak hogy így a gyerekek már nem együtt nőttek fel, úgyhogy ennyiben már nem jelentős ez a szám, hanem inkább az új nemzedékre vonatkozóan. Mert látjuk magát a Targaryen címert is itt, hogy valóban a sárkánynak három feje van. És a legnépszerűbb teória az az, hogy ez a három fej, három sárkány és három sárkánylovast jelöl majd. Csak kérdés, hogy kik lesznek az. Ahogy így nézegettem, a legnépszerűbbek az egyértelműen Daenerys, Jon és Tyrion. És még egy kis hetedik évadbeli spoiler. Ugye láttuk, hogy az a három sárkány valójában már csak kettő, csak hogy? Hogyha be is igazolódik ez a teória, hogy három sárkánylovas, ugye van ebben a kis trióban valaki, aki egyszer már meghalt és feltámadott, úgyhogy még lehet akár ilyen téren is a variálás, hogy igenis visszaszerzik valahogy azt a sárkányt. Vannak külön kisebb egyéb szereplők is így inkább a könyvek világában, akikhez még jóslatok és ilyen látomások kapcsolódnak. Például a könyvekben van egy titokzatos törpenő még így Berikék táborában, aki előre lát bizonyos eseményeket, és hogyha az ember visszolvassa, akkor rájön, hogy ő is megjósolta többek között Renly halálát, megjósolta Balon Greyjoy halálát, illetve Catelyn Stark halálát és a könyvekbeli visszatértét is. Tehát ahhoz képest, hogy körülbelül a nevét se tudjuk ennek a nőnek, ahhoz képest elég pontos jóslatai vannak, és olyan kis szálakat hintettek el, amiket később visszaolvasva az ember így nézhet, hogy hoppá, ez már itt volt előre megírva. Illetve a másik az holtos képű, aki még Stannisnek volt az udvari bolondja, és ő különböző kis dalokat és versikéket szajkozott folyamatosan, őt is kiadták a sorozatból, de többek között ő is így elég pontosan megjósolta mind a Vörös Nász, mind hasonló eseményeket is, amik ilyen kis ízterekként vannak ott Martin részéről, hogyha figyel az ember, akkor találhat ilyeneket. Illetve Sandor és Toros, most már láttuk, hogy a vérebb is maga is látó lett, legalábbis a lángok között látni vélte azt a helyet, ahová el kellett menniük így a hetedik évadban. Tehát Rollor, ezek szerint őt is a kegyeibe fogadta, és ha úgy veszik, akkor valóban ő is visszatért egyfajta halálból, csak nem úgy, mint például Berikék. Illetve a könyvben még Jaime-nek és Tyrionnak is vannak álmai. Tyrionnak, ami jelentős, hogy miután már megölte Tywin-t, álmában ezt újra megteszi, és utána átáll egy harcoló sereghez, ami igazából Daenerys serege. Tehát álmában előre látta, hogy ő egy másik királynő oldalán fog harcolni majd, és így fog Westerosba jönni újra. És igazából ennyit szerettem volna egy összegzésnek, ugye, hogyha az összeset végig szeretnénk venni, így a könyvekből kicsit hosszúra nyúlnánk, de esetleg, hogyha valakinek van kérdése, akkor kíméljetek. Igen, Tyrion igazából nem úgy néz ki, mint a sorozatban, és nem csak a sebb helyre vonatkoztatva, hanem azért is illhet akár ő is bele a sárkánylovas teóriába is, mert hogy nem csak azért vetette meg őt annyira az apja, mert hogy kis növésű volt, hanem mert gyanította, hogy nem az ő fia, hanem egy bizonyos őrült Targaryen királyé, ami még ugyanúgy bekövetkezhet, és ez esetben mindhárman ugyanahoz a vérvonalhoz tartoznak, és pláne beigazolódhat ez az elmélet. Lehet, hogy azért nem fog megszületni Cersei gyereke, mert ő is meghal. Igen, ez is egy lehetőség. Tehát így lényegében nem adok rá sok esélyt, hogy megszülessen az a gyerek. Igen, ez is esélyes, mondjuk nem tudom, hogy akkor Qyburn lehet, hogy ők azért nem mernek jelent mondani, mert hogy a királynő testesnek hiszi magát, nem megmondom, hogy nem, akkor lecsapja a fejem, vagy valami. Úgyhogy igen, lehet, hogy ilyen álterhesség.
kérdés, hogyha pontról pontra bejött kérdés, azért, hogy esetleg áttolták a következő évadra, vagy még próbálnak vele mahinálni, de könnyen lehet, hogy azzal nyit majd. Akkor viszont megszívja, mert már Jamie sincs vele. Hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha lenne még egyéb kérdésetek, akkor láthatjátok az elérhetőségeinket.